Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai vendégemről így emlékezik Bella István, Isten nyugosztalja, mi nagyszerű költőbarátunk, amiket Deák Móri ír, úgy gondolom, egy nagy közös, nem evilági kenyérből valók. Egy olyan kenyérből, amit szélségből gyúrtak, szomorúsággal kovászoltak, szenvedéssel kelesztettek, és szenvedély tüzével égettek ki, sütötték meg frissé, fogyaszthatóvá életté. Gyönyörű sorok és valóságosak. Vendégem Deák Mór költő. Tisztelte, köszöntelek, szervusz. Én is köszöntöm a nézőket is, szervusz. No, hát ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen indítatásból születtek meg ezek a gondolatok Bella Istvánnal, meg kell, hogy ismerjük az alapokat, meg kell ismerjük azokat a pillanatokat, amelyek költővé tették, ehhez pedig el kell indulnunk meglehetősen messziről, a születéstől, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy nagyon sokat számít, hogy miként nő fel egy gyermek, hogy kapja meg az indítatást arra, hogy aztán a későbbiekben költővé válhasson. Sosem terveztem költővé válni. Ahogy az előbb említettem, én Móron születtem, ezért is Deák Móra nevem, és az apai nagyszüleim Zámolyon éltek. Úgyhogy gyerekként nem egyszer átbicikliztem Sörétság-Berény-Zámoly útvonalon. És édesapámnak az öccse, aki később világhírű oktató lett, kémia, Szegeden volt professzor, sajnos már eltávozott közülünk, 4 évesen megtanított olvasni, írni, olvasni engem ez az ember, és folyamatosan könyveket adott a kezembe. Úgyhogy 7 évesen én már túl voltam Jókai Mór összesén, 10 évesen Hemingwayt olvastam, és amikor az ominózus már szóba került Nagy József nevű ember, aki az édesapám volt, a biológiai apám, ott hagyott bennünket, akkor nem volt kivel beszélgetnem, mert egyke voltam, és hát édesanyám egyedül nevelt, volt neki baja elég, úgyhogy az irodalom maradt, az olvasás. És magammal beszélgettem a papíron. Tehát leültem, és ami eszembe jutott, a fájdalmaimat megpróbáltam szavakba önteni. Aztán édesanyám, nagyon 15 éves lehettem, legépelte az egyik versemet, akkor még Nagy József néven beküldte a Nőklapjába, és az akkori Nőklapjának a mese rovatában megjelent már 15 évesen az első versem. Sajnos a sok olvasmány hatására, ugye, amint azt is említettem, Dékány András nagy kedvencem volt ezekkel a romantikus hajós regényeivel, Daniló bácsi meg a többiek. És amikor édesanyám újra férjhez ment, egyfajta menekülés is volt a családi közegből az, hogy egyetlen iskola volt Magyarországon, a Lékai János hajózási szakközépiskola, és az Budapesten volt. Úgyhogy én 14 évesen fölkerekedtem, és elvégeztem a Lékai János hajózási szakközépiskolát. Mivel jók voltak a tanulmányaim már a nyarak alatti termelési gyakorlatokon, már külföldön hajózhattam, tehát első évben az Aldunán, egészen le a Fekete-tengerig. Csodálatos élmény volt egy vidéki kicsi kölyöknek, aki Pestre is így nézett föl, Belgrádot látni, Russzét látni, a tengert látni, átmenni a Vaskapun. És még olyan szerencsém is volt, hogy egy vontatóhajón szolgáltam, és akkor volt a nagy dunai árvíz, nem fértünk át a Novi Sadi híd alatt, úgyhogy 3 hétig Belgrádban álltunk, és kaptam a napi díjat, úgyhogy én a csóró vidéki kis emberke Belgrádban 15 évesen Wrangler öltönyt vettem, meg Speedo úszónadrágokat, meg így kezdtem el diszkózni is, mert nem tudtam mire költeni a pénzemet, és bakelit lemezeket vettem, még lemezjátszóm sem volt. Úgyhogy a Lékaiban indult egy ilyenfajta karrierem is, hogy hétvégeken én diszkóztam.
Ilyen körülmények között lehetett folytatni az írást? Hiszen azt tudjuk, hogy néhány évre rá már megjelent az első köteted, miközben akkor már az egyetemi tanulmányaidat végezted. Tehát nyilván egyenes utad lett a közlekedésmérnöki szakra a Műszaki Egyetemen, de ez mennyiben jelentett változást neked? Ez egy nagyon érdekes dolog. Az érettségim egyben felvételi volt a Műegyetem közlekedésmérnöki karára, és fel is vettek. Sok barátom, többek között a fiam keresztapja, Kis Benedek, akihez délután megyek egyébként, mert a mai napig tartjuk a kapcsolatot, ő jegyezte meg, hogy talán nem veszem elég komolyan az írást. Tehát én nekem sosem volt olyan fajta kényszeres vágyam sem a megjelenésre, sem az ismertségre, mint azt ugye jó pár költőt ismerve el lehet mondani róluk. Tehát, hogy még az is haragot válthat ki, hogy ő Kossuth díjat kapott, én nem. Én nekem még József Attila díjam sincs, pedig 40 éve vagyok a pályán, de igazából ez engem nem érdekel. Tehát a kút nem fog kiabálni az arra járó vándornak, hogy így áll belőlem. Nekem sem ez a dolga. A levél a kikötőben, az első kötet 1983-ban jelent meg, 2 esztendővel azután, hogy végeztél az egyetemen. Tehát ez azt is jelentette, hogy közben nyilván foglalkoznod kellett versírással, hiszen azért az akkori időszakban sem a légből kapott egyszeri versekkel nem lehetett kötetet csinálni. Sőt, hát amikor megjelent a levél a kikötőből, én voltam Magyarországon a legfiatalabb kötettel bíró költő, és ugyan 83-ban jelent meg, de 3 évi Herce Hurca után. Tehát ha nincs Rózsa Endre, a kötet szerkesztője, aki már szintén nincs közöttünk, akkor én már lemondtam volna róla. Tehát olyan ellenállásba ütközött, kivetettek vele verseket, mert már akkor is volt bennem egyfajta szembenállás, a hatalommal szembenállás. Tudnélik, ha valaki tehetséges, akkor ne számítsunk tőle jogkövető magatartásra, hiszen az a dolga, hogy megfogalmazza azt, amit nem tart helyén valónak, rendben valónak. És ugye ez visszaköszön az írásaimban, hogy ugye van egy ilyen versem is, hogy minden költőben asszony lakozik, gané a világ, de ő még takarít. Tehát az én életem jó része szélmalomharcokban telt el, és hát nem jutottam, nem hogy 5-ről 6-ra, hanem 1-ről 2-re sem, de még mindig nem tudok belenyugodni abba, ami nincs a helyén. Volt mentorod? Mivel gyakorlatilag azonnal magukhoz öleltek a nagyok, tehát a Bella Pista, Utasi Joe, Kis Bence, Rózsa Endre, a Bella révén Lázár Ervin. Ugye a Bencénél rendszeresen ultisztunk, vetésforgóban oda járt Tamás Menyus, Csukás Pista, és kölyökként engem teljesen természetesen befogadtak. Tehát én nekem volt, hogy összevitázott a Kis Dénes meg a Bella Pista, hogy melyikük fedezett fel engem. Tehát melyik kiközölt először, meg... Ilyen szempontból nagyon szerencsés voltam. Utasitól mit lehetett megtanulni? Hiszen emlékszem rá a 70-es évek közepén, végén, amikor megjelentek a kötetei, a Pokolból jövet és a többi, az valami fantasztikus volt. Fantasztikus. Olyan hatással volt ránk fiatalokra, hogy egyszerűen nem voltunk hajlandóak, természetesen idézőjelben mondom, mást tenni, mint utasi idézeteket citáltunk. Igen. Napról napra. Igen. Hát libabőrzöm most, hogy szóba került a Joe. Átittunk pár éjszakát, fönnlakott a 9. emeleten ott, milyen falván az Ősről egy megálló volt hévvel. Rengeteg időt töltöttünk együtt. Egy időben ő meghirdetett egy ilyen utasi fogadóórát. A házától nem messze volt egy söröző, és akkor azt hiszem szerdánként 5-től 7-ig bárki oda mehetett hozzá. Na, én ebből tanultam rengeteget, mert amikor mi beszélgettünk,
Nem is mindig a költészetről beszélgettünk, de ott látni az ő hozzászólásait, a kivesézését a verseknek, és azt a fajta szigorúságot, ami neki megjelent az írásaiban. Tehát a Joe rengeteget dolgozott a verseivel, még a legrövidebb szövegeivel is, újra és újra átírta őket, és még akkor sem volt megelégedve. De hát egy nagy mentorom ugye Rózsa Endre volt, akinek ilyen mondataira emlékszem, hogy egy kicsit rímel arra, hogy egy regénye mindenkinek van, azt mondta, hogy minden véleményre érdemes odafigyelni. Legfeljebb nem fogadod meg, de jó meglátása bárkinek lehet, még véletlenül is. Ugye emlékezzünk Petőfinek az egyik leghíresebb versére, amit a Pilvax kávéházban írt, és úgy kezdte el, hogy rajta magyar. És megállt mögötte valaki, átnézett a válla fölött, azt mondta, hogy nem lenne jobb úgy, hogy talpra magyar. Petőfi azt mondta, de. És így. Áthúzta, talpra magyar. Az igazán nagyoknál nincs ilyenfajta érzékenység, vagy sérelem, hogy valaki beleszól. Nem, ha valaki tehetséges, annak nincs szüksége arra. Viszont a számunk kérésre nyilván szükség van, hiszen méltóság és felelősség kísérés, ha már utasíról beszéltünk, egy kicsit jellemző azért valamelyest arra az időszakra, és nyilván rád is, már mint a te költészetedre, amit egy utasi sorral lehet jellemezni, hogy szavaimat, hogy ölt, hogy szárnyát szegd a dalnak, jogot te önjelölt, kitől kaptál, ha kaptad, ne én velem közöld, válaszolj magadnak. Mert én azt hiszem, hogy amikor az első köteted után jöttek a többiek, akkor kiderült, hogy lehet, hogy nem magadnak való vagy, de azért a közösségnek oda kell figyelnie a te verseidre minden körülmények között. Itt azért egy-két dolgot hadd említsek meg így. Tehát 83-ban jelent meg három évi húzavona után a levél a kikötőből, 1300 példányban. Én akkor a Művelt Nép könyvterjesztő vállalatnál dolgoztam hálózati ellenőrként. Akkor halt meg az álmai nagyapám, az apai nagyapám, és hát akkor szereztem meg az első lakásomat, és meg akartam várni a könyvet, hogy azzal megyek le hozzá, pedig táviratoztak, hogy nincs jól. Hát elkéstem. Na mindegy. A könyv pillanatok alatt elfogyott az 1300 példány, de Művelt Nép hálózati ellenőrként elmentünk Százhalombattára, ott volt a központi depója a Művelt Népnek, és egy raklapon ott voltak a könyveim, tehát legalább 600 darab. És a kollégám, aki ő volt a főnök, a ellenőrök főnöke, piásan elkezdte csinálni a leltárt, tehát kifelejtette ezt a raklapot, úgyhogy bezúzatta, tehát nem javították ki a két nap alatt elkészült leltárt, hanem azt, amit nem vett föl, egyszerűen bezúzták. Úgyhogy ilyenkor az ember elgondolkodik, amúgy is kell hozzá egyfajta naivság vagy beképzeltség, hogy azt hidd, hogy érdekel mást, amit mondasz, de aztán jött ugye a második kötet, amire 6 évet kellett várnom, tehát 89-ben, és egy igen rossz periódusban, olyan szempontból rossz periódusban jelent meg, hogy akkor már nem voltak könyvterjesztők, úgyhogy megkaptam az összes példányt. És hát azt mondták, hogy akkor áruljam én. Ilyen előzmények után a Csóri is, meg a Bella is fölajánlotta, hogy segítenek megjelentetni hamarabb a könyvelet. De azt mondtam, hogy ha nem jó, ne jelenjen meg. Ha jó, jelenjen meg a maga jogán. Tehát ne kelljen nekem azzal elaludnom, hogy most azért jutottam könyvhöz, mert segítettek. Úgyhogy késő volt már ez a 89-es megjelenés. Ezek olyan pofonok, amik egészséges egyensúlyban tartják az önbizalmat. Miként élted meg a rendszerváltást? Változott valami ilyen értelemben? Hát én velem madarat lehetett fogatni. Hát ráadásul ismertem a Lezsákkal, közös estjeink voltak, Csengei Dini. Hát engem hívtak is az MDF-be. De én már akkor azt mondtam, hogy gyerekek, focizzatok jól, én a szurkolótok vagyok, nem játékos.
És tényleg azt a boldogságot szeretném újra átélni, amit nekem a rendszerváltás okozott, hiszen ugye az előző rendszerben tettem azért, hogy változzanak a dolgok. Volt nálam házkutatás, kétszer egy évre le voltam tiltva. Viszont azt meg a halálos ellenségemnek se kívánom, azt a jeges rettenetet, ami megmarkolta a szívemet, amikor Antall úrunk azt mondta a tévé kamerájába, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni. Akkor már tudtam, hogy valami nagy baj van. Ennek tükrében szomorúsággal tölt el, hogy a rendszerváltást követően ismét 7-8 évet kellett várnod a következő kötet megjelenésére? Ez nem feltétlenül így van, hiszen most már bárki kiadhat egy könyvet. Ha van pénze, akkor teljesen mindegy. Emiatt föl is hígult az irodalom, tehát azelőtt is voltak dilettánsok, akikkel igazi bajom nincsen, mert őrájuk nem haragszom. Tehát a remek műveket megcsodálom, és újra elolvasom, a dilettánsokra nem haragszom, én a középszerűséget nem tudom elviselni. Amikor valami lehetett volna jó, és mégsem az lett. Úgyhogy meg azt is említettem már, hogy tényleg nincs bennem hiúság. Tehát az, hogy megjelenik-e a könyv vagy sem, már régen nem érdekel. Ez az új könyvem, ez a Pőre, ez mégiscsak azért volt fontos nekem, ugye, mert március 15-én elment Dinnyés József barátom, aki megzenésítette a verseimet, és azért az lett a címe, ezek új versek egyébként, azért az lett a címe, hogy Pőre, mert az első vers, amit megzenésített tőlem, az a Pőre volt. Most nem ezt fogjuk megnézni, egy másik verset, de természetesen Dinnyés József megzenésítésében, annál is inkább, hiszen majd utána arról beszélünk, hogy hála Istennek sikerült találkoznunk személyesen is egy kötet bemutatón, ahol Dinnyés József is ott volt Budapesten. De most azért nézzünk meg egy bejátszást. Csöndebben erdők zúgnak, csöndebben láng lobog szavak, alkonyatánál csöndetben, ott vagyok csöndetben, hegység hallgat csöndetben, kő pihen szavak, páncélosodnak csöndetben, ver szívem kezedhez, jár sirája kezemnek, éhezik szavak, a földre hullnak csöndeddel is segíts, csönded, akár a tenger önmagába merül, ott állok szavaimmal csöndetben egyedül, csöndetben erdők zúgnak, csöndetben lánglobog szavak, alkonyatánál csöndetben, ott vagyok csöndetben, hegység hallgat csöndetben, kő pihen szavak, páncélosodnak csöndetben, ver szívem kezedhez, jár sirája kezemnek, éhezik szavak, ha földre hullnak csöndeddel is segíts, csönded, akár a tenger önmagába merül, ott állok szavaimmal csöndedben egyedül. Azt hiszem, hogy mindenki mosolygott, emlékezve arra, hogy a daltulajdonos milyen fantasztikus műveket hagyott hátra nekünk. Hogy született meg a kapcsolat köztetek? Hát ez is egy érdekes dolog. Azzal, hogy én nem toltam előtérbe magam soha, tehát én nem mentem oda senkihez, a kút, tehát nem kiabál a kút, hogy így áll belőlem.
Például a Bence fölhívott, aki ugye az emlékiratait írja, hogy melyik évben kaptad meg a kilencek díját. És mondtam neki, hogy Bence, én soha nem kaptam kilencek díjat. Azt mondja, ne hülyéskedj már. Tehát újra mondom, nincs József Attila díja. Mindenki elkönyvelte, ugye nagyon sok időt töltöttünk együtt. Bence, Joe, Bella Pista, Ervin. Mindenki elkönyvelte, hogy ez egy ilyen, és emiatt nem is születtek a Cine Mihály imádott, a Kockás tanár úr imádott, a Pomogács Béla, Vasi Géza, Berkes Erzsi, és soha nem írtak rólam. Valahogy így alakult. Tehát, fájt? Tessék? Fájt? Vagy túltetted magad? Túltettem magam rajta. Na most, mivel ezek az emberek képezték ugye az én társaságomat, és tényleg magukhoz öleltek, tehát én nem is gondoltam arra, hogy mások szemében ez milyen irigylésre méltó, mert hát sok irigyem támadt. A Díny és Jócskával is hát 40 éve biztos ismertük egymást, de ő engem beképzeltnek gondolt, vagy hát ez oda tartozik ahhoz a társasághoz, nem tudom. És a karantén kellett hozzá tavaly év elején, hogy elkezdett engem olvasni. Tehát volt neki pár Deák Mór kötet, és egyszer csak ő megzenésítette először is ezt a Pőrét, elküldte nekem, hogy tetszik, és pont ott volt a párom, és így megvontam a vállamat, hogy na bum. Tehát sokan mondták, hogy jó néhány szövegem megzenésítésért kiáltozik, de ugye ismerem, elég jóban vagyunk a Grilluszékkal, imádom a Kalákát, de a Sebő Ferivel is. Én őhozzájuk sem mentem oda soha, hogy itt vannak a verseim, zenésítsd meg. Mint ahogy a Díny és Jóskához sem mentem. Aztán már én voltam zavarban, mert egyrészt nagyon gyorsan beleszerelmesedett ezekbe az írásokba. Volt, hogy naponta kettőt is megcsinált, és jobbnál jobbak voltak. És elkezdett ugye kampányolni mellettem, tehát elment rádiókba, ahol olyan kijelentéseket tett, hogy már én belepirultam, hogy ez egy előzmény nélküli, egészen különleges költészet, meg ilyeneket mondott. És hát önmagáért beszélnek a versek, mert többek lettek a zenék által. Sajnos egy évünk jutott egymásra. Egy. Igen. Ez tényleg sajnos. Hogy találkoztál a Kungarovokszal? Hiszen ez is egy fontos lépcső, annál is inkább, mert Kaiserről tudjuk, hogy ő aztán odaáll egy olyan költőíró mellé, akit ő kedvel, és azért ez rendkívül felelősség, és mindig igaza van. Hát ő is mondott már olyanokat rólam, amik majdnem zavarba hoztak. Azt hiszem, valamelyik irodalmi esten találkoztunk, bemutattak bennünket egymásnak, hát rokonszenvesek is voltunk, és kialakult egy ilyenfajta munkakapcsolat. De ha már a Kaiser Laciról szót ejtünk, akkor ejtsünk szót Cipot György barátomról is, mert például ez a Pőre úgy született, hogy ő tördelte, ő találta ki a betűtípusát, ő találta ki a borítóját. Közben mutattam egyéb iránt. Cipot György uram, és mindezt ingyen tette, tehát nem tudok elég hálás lenni érte, mert gyönyörű lett a könyv. Nagyszerű. Nos, hát ennyit röviden, de a kedves nézőinknek is mondom, hogy a Paletta magazinban természetesen foglalkozunk külön ezzel a kötettel, hiszen ez egy fantasztikum, és ahogy köszöntem, zárjuk keretbe a mi történetünket. Ugye azt írta Bella István itt a végén, hogy mintha a hold felénk forduló és láthatatlan fele együtt és egyszerre lenne látható valami vízben, kút mélyén, vagy éppen a tenger színén. Kívánok szerzőjüknek sok szépséget és szomorúságot, sok szenvedélyt és megszenvedést. Nos, hát én sok szépséget kívánok minden olvasónk nevében, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetést látták, vendégem Deák Mór költő volt, maradjanak továbbra is velünk, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra!